Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasade Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Vanakunjara Sangrista Harinchandana Vana Adipunya Janastrinam Muhur Unmataya Mana. Srila Prabhupada most itt magyarázza a kontrasztot, mutatja, hogy mit jelent az anyagi világ. Ugye az anyagi energia az mindig megzavarja embernek az elmét. Ugye elmét meg tud zavarni, és nem kell semmit csinálni, elég csak itt lenni anyagi világban. És hogyha valaki az elme dhyanta visayam pomsa, sangasztes upajate, sangatsa jatekama, kama kroda bijayate. Ugye Bhagavad Gita-ban második fejezetben Krishna leírja a pszichológiát, hogy milyen hatás és milyen változások történnek az elmébe. Dhyaya, tavisaya, dhyaya, ez a dhyana, összpontosítása. Hogyha valakinek az elméje, visaya, az érzék tárgyakra vannak összpontosítva, azon, hogy én vagyok a purusa, az élvező, majd 14. fejezetben ezt is megerősíti Krishna, purusa prakriti stohi bhunkte prakriti jangunan. Amikor élőlény azt gondolja, hogy ez nekem van ez a világ, hogy én vagyok a purusa, és én vagyok az élvező, akkor sangha, de hát is elmondta, sanghaszt és upajjáte, sang, akkor jön ragaszkodás a tárgyakhoz, az élvezethez. Sangha káma. A szangából a ragaszkodástól jön a káma, a kéj. Káma kroda bidzsájate, ugye a bidzsa. A kéj, ez a dühnek a magja. Mindig ki szokott dühös lenni. Onnan jön. Nem én mondom, Krishna, hogy a kéj. Ez a kéj. Kétől jön a düh. Káma kroda bidzsájate, akkor most mindenki, aki szokott lenni dühös, nézzük meg, mi fog történni tovább, és vizsgáljunk, így-e történik. Ismeri-e Krishna az elménket, vagy nem? Káma, kroda, vigyájte, kroda, bhavati sammoha. Amikor valaki dühbe gurul, elengedi a dühnek, adja erőt, engedi, hogy legyek dühös, akkor ember a moha, illúzióba kezd kerülni. És ez mit jelent? Smriti. Smriti nasát. Ez azt jelenti, hogy emlékezetet elveszítem, hogy én bakta vagyok, akivel, kire dühös vagyok, ez egy bakta, én nem emlékszem dühbe. Akkor csak mit látom? Moha, illúzió, ez azt jelenti, hogy csak egy ellenséget látom, akit el kell pusztítsak, mert meg kell mutassam, hogy én vagyok az igazi. Nekem van igazam, itt én kontrollálom a helyzetet, és most ezt be fogok bizonyítani. Smritinasát, amikor ez az emlékezet elveszve van, hogy már nem emlékszem, hogy kik vannak, akire dühös vagyok, akkor budinasa, akkor elveszve van intelligencia. Az intelligencia, a funkció csak akkor képes működni, hogyha van memória. A memória nélkül intelligencia nem működik, mert intelligenciának az erő, ez a tudás. Ugye Krishna is mondja itt, ugyanúgy második fejezetben, amikor buddhi jogát tanítja, akkor ott erről mondja, hogyha erősíts meg intelligencia, transzcendentális tudása. Szóval csak a transzcendentális tudás az a táplálja helyesen intelligenciát.
És hogyha el van felejtve, mert a düh kikapcsol, akkor kikapcsol a memóriát, az illúzióba kelti, hogy itt én vagyok az uralkodó, nekem van igazam, nekem kell győzni, akkor hogyha nincs memória kikapcsolt, akkor nincs intelligencia. Észrevettétek, hogy ember nem tud mit csinálni, amikor dühös. Ő az ösztönben legyen utolsó, szóval nincs kontra. A gyilkosság azért történik, és utána ember, mikor megöli, vagy megbántja, utána függ a fejét, hát ez nem én voltam, én sose csinálnék ilyen. Szokott lenni? Nem. Hát igen, amikor düh, akkor kész. Buddhínasát, pranásjáti. Ahogyha már a düh, elengedtünk dühöt, hogy kikapcsolni intelligencián, akkor pranásjáti, akkor teljesen lecsúszik az embert, leesik. És akkor a 14. fejezet ugyanazt mondja, Purusha prakriti stahi bhunkte prakriti jangunam, hogy ember ugyanúgy akarja élvezni, akkor karana, ez lesz az oka. Karana guna, akkor ott is lesz kötődés, sangasya, ugye, ragaszkodás, és sadasat yoni janmasoi. És akkor ember elmerül ebbe a kettőség világába, ragadvésa, sadasat, az a ragadvésa. Akkor ott lesz a düh és a ragaszkodás. A gyűlölet, düh, ragaszkodás. És akkor elindul a karma. Kész. Eltéved az ember. Ez itt mutatja ez az anyagi világ. És Srila Prabhupád magyarázza a magyarázatban, hogy de a lelki világban ott nincsen helye dühnök. Ott nincsen, mivel az anyagi világnak az a misszió, hogy keltsen, mert ugye, amit korábban idéztem, visája, hogyha valaki koncentrál anyagi világra, akkor visája, akkor élvezet, akkor megzavarodik, amit ez a vers pont erről beszél, hogy unnatayan mana, megzavarodik. Anyagi világ megmámarítja. És akkor ember illúzióból kerül. Ki tudja, mi a legnagyobb csoda az illúzióban? A zseniális csoda. Hogy aki illúzióban van, az nem tud róla. Észrevettünk? Mikor valaki jön nekünk, mondja, Prabhu, májába vagy? Te vagy májába, ne elragadj. Hogyha valaki májába van, akkor az te. És észrevettétek, hogy a részeg is így gondolkodik, nem? Hogyha valaki ívott egy pár liter ezt a maszt, és utána oda megyünk hozzá, és akkor akar vezetni autót, és mondja, ne, te most részeg vagy, ne vezess autót. Én sose. Én nem. Nézd meg, tudok egyenesen menni. Látod? Én nem vagyok részeg, ugye beszélni se tud. Ő nem tud róla. Ez ugyanúgy működik a mája. Ez a hatása az anyagi energiának, mert ez energia, ugye. Daivi, hiesa, guna mai, daivi shakti. Mivel ez az Úrnak az energia, ezért ilyen hatalmas, és ilyen legyőzhetetlen. Daivi, hiesa, guna mai, mama maya duratyaya, nehezen. Hát nehezen legyőzni, ez azt jelenti lehetetlen legyőzni az anyagi energiát. Csak ilyen prapadjante, hogyha valaki Krishnát szolgál, bhakti jogát gyakorol, akkor evan tarantite, hogy? Evan yomam tarantite. Akkor nagyon könnyű lesz. Szóval ez egy nehéz helyzet anyagi világban. És Srila Prabhupád mutatja kontrasztot, hogy a lelki világban, hogyha ott vagy és nézel a atmoszférát, akkor az inkább ébreszti vágyat szolgálni Krishnát egyre jobban, koncentrálni Krishnát. Vagy hogyha mi társulunk olyan baktákkal, mint Hat Goswami, mikor olvasunk róla, látjunk, hogy az ők elméjük mindig Vrindávánban volt. És ilyen társulásban, vagy meditálva ezekre a személyekre, mi képesek leszünk megtanulni, nem anyagi világot látni, hanem lelki világot, mint most itt Navarajadama, mondjuk Krishna völgy, ez megvan nyilvánítva itt a lelki világ.
és Sivaráma Szvámi segítségével, bakták segítségével tanulunk, nem a anyagi vágyukat, hogy ébresszen bennünk, amikor itt vagyunk Krisna völgyben, hanem a lelki vágyukat, hogy Krisnát szolgáljunk. Amit eredeti Bauma Vrindávant felfedeztették a hat Goszvámi, múltkor össze felsoroltunk, meg soroljunk fel megint a hat Goszváminek a nevét. Rupa, Sanatana, Jiva Goszvámi, hogy? Még egyszer? Gopal Bhatta Goszvámi, Raghunath Das Goszvámi, Raghunath Bhatta Goszvámi. Ki jaj! Nagyon jó. És ma van Gopal Bhatta Goszváminak az eltávozási napja. Megint lehet meditálni, ez egy vers, ez, amit ma olvastunk. Nagyon jó segít meditálni a hat Goszvámira, Gopal Bhatta Goszvámira, amit dicséri a lelki világot, annak a hangulatát. És Srila Prabhupád itt a Vaikunthról beszél, ahol vannak a bakták, ott van a Vaikuntha, sőt, ott van a Vrindávan. És Gopal Bhatta Goszvámi, először ő is Vaikuntha bakta volt. Ő született 1503-ban, és Orcsitány, amikor vándorolt, a Zarándok útra ment Indiába, Dél-Indiában, akkor 4 hónapra megállt a Gopal Bhattának a családjánál, ott volt 3 testvér. Vikanta Bhatta, ő a Gopal Bhatta Goszváminak az apukája, Prabodhananda Goszvámi, ő a Vikanta Bhattának a testvére, és Tirumai Bhatta, ő is egy testvére volt. Ők lakták a Kaveri folyó partján, a Ranga Csetrába, és imádtak a Ranganátot, a legnagyobb templomban lévő murtit, Dél-Indiában, a Vishnunak a murtiának a legnagyobb templomja, és Sri Sampradayhoz tartoztak. Ezért a fő istenségük ez a Lakshmi Devi, és Sri Sampradayának a hangulata, ez az Aishvarya. És akkor ő Aishvarya, ez azt jelenti ahiktot, pompa és szolgálat, tisztelet Úr felé. Ebben a hangulatban imádták. És ebben nőtt a Gopal Bhatta Goszvámi. De mikor Úr Csitánya járt náluk, és ők nagyon mindannyian boldogok voltak, hogy társulhatnak vele, és akkor ő elkezdte nekik mesélni, hogy valójában így is van, hogy Lakshmi Devi, ő az Úrnak öröki társa és legerényesebb nő az 3 és a lelki világban, és mindig masszírozza az Úrnak a lótuszlábát, szóval nagyon közeli társa, nagyon bensőséges, de mégis, mondja Úr Csaitanya, a Lakshmi Devinek kellett nagyon sok vezeklést és lemondást végezni, hogy megközelítsem Krisnát. De minden lemondásnak ellenére nem tudta belépni a rasza táncába. És utána tovább folytatta Úr Csaitanya, hogy valójában Krisna forma az Úrnak, a Bhagavan, az a Krisna stu Bhagavan Svayam. Hogy ő az eredeti, nem az Úr Narayan, vagy Vishnu, hanem Krishna, aki kis formában létezik Vrindávánban, Tehén pásztor fiú, és ő az eredeti. És ez a kapcsolat ilyen formával, Bhagavannal, legleg édesebb és legmagasabb és legnagyobb eredeti végtelen boldogságot adja. Meggyőzte a baktákat, és ők akkor vették menedéket Gaudiya, Brahma Gaudiya szampradájába,
És Gopal Bhatta akkor csak 7 éves volt, mert ez volt 1510-ben. És akkor ő kapta ezt a csodálatos lehetőséget, mikor ott volt Orcsitány, akkor szolgálta mindenkit nagy szeretettel. Ugyanakkor ez az esős időszakban volt, és minden nap társultak, és beszélte Orcsitánya nekik Krisnáról. Mindenki nagy szeretettel hallgatta. Nem sokára, mielőtt elindult Orcsitánya továbbra, akkor Gopal Bhatta, kis Gopal Bhatta szerette volna kapni valamilyen utasításokat Orcsitányától, és az álmába Orcsitánya megjelent nála, és mondta neki, hogy megmutatta neki formáját, hogy ő Krisna, maga Krisna, utána mondta neki utasítást, hogy azt szeretnék kérni, hogy ameddig életben van apukát, anyukát, maradjál itt és szolgálj el őket. Amikor elhagyják ezt a világot, akkor menj el Vrindávánban, keresd meg Rupát és a Szanátanát, és akkor ott végez szolgálatot, segíts nekik a könyvírásákban, főleg, és ennyi. Természetesen, ahogy a kutatók, akik kutatták Gopal Bhatta Goswami életét, mondják, hogy ő róla legkevesebb információ van az életéről, életrajzról, mert amikor Krisnadas Kaviraj Goswami készült írni Chaitanya Charitamritát és ment Vrindavan Goswamikhoz kérni áldást a könyvírásához, akkor természetesen Gopal Bhatta Goswami is jelentős Goswami volt, ezért eljött hozzá Krisnadas Kaviraj Goswami és kért az áldását, és azt mondta, igen, megadom az áldást, de kérek én is tőle egy szíveséget, hogy az én nevemet ne említ sehol. Ez annyira alázatos volt, pedig arra az időre nagyon híres volt, hát egész Indiában, a saját alázatossággal és a tudással. Mert mindjárt majd folytatom azt a sztorit, hogy honnan volt a tudása. És így csak két helyen, körülbelül lett kicsit több, lett kicsit kevesebb, de körülbelül két helyen, meg Chaitanya Charitamritában is alig van említve, és más egy-két írásban van még említve Gopal Bhatta Goswami élete. Végül ő, amikor elment Orcsitánya, avatást vette, vagy elfogadta a lelki tanító mesterként a Prabodhananda Sarasvatit. Prabodhananda Sarasvati, ő volt a Tungavitya Saki, Krishnának a Srimati Radharának, a Radharáninak barátnőik között egy nagyon közeli barátnő, és tőle tanult, nagyon-nagyon tanult lett, megtanult a szanszkritot, a védákat, minden szentírást, és ezért utána nagyon gyorsan híres lett az egész Dél-Indiában. Aztán elment Vrindavanba. Vrindavanba megtalálta Rupa Goswamit, Sanatan Goswamit, és ott editálta a Hari Bhakti Vilászát, ami Sanatan Goswami megírta. Utána megírta a Satkriya Saradipikát, amit szoktunk használni. Ezt a könyvet jagiakhoz használnak, hogy általában ott van a ceremóniák, gabona, első gabona gyerekeknek annaprasana, vivaha, karma, ez minden, amit mi ezeket a rituálikat, ceremóniákat használunk, upanayana, és akkor így tovább, namakarana, csudakarana, akkor garbhadana samskara, ezek a samskárak, ez a Satkriya Saradipikában van írva, ami mi mai napig ezt tanuljunk és használjunk.
Amikor már Vrindavanban volt, akkor ott Csitányana írta egy levelet, hogy megérkezett-e Gopal Bhatta Goswami, és akkor Rupa Goswami írt vissza, igen, megérkezett, itt szolgál, és nagyon boldog mindenki, hogy itt van velünk, és nagyon lemondott, és nagyon alázatos. Erre Rupa, Csitányana Mahaprabhu nagyon örült ennek a hírnek, hogy követte utasítását Gopal Bhatta Goswami, és küldte választ, küldte neki egy személyes utasítást, és ajándékot küldte. És akkor vissza, amikor érkezett Vrindavanba a csomag, DHL, vagy milyen GLS postával, akkor kicsomagolták Goswamik, együtt voltak a Gopal Bhattával, és akkor tudjátok, mi volt az ajándékban? A kopény. Orcsitányának a kopénja volt, és még a ruha is. És ezt ennek nagyon-nagyon örült Gopal Bhatta Goswami, hogy olyan ajándékot kapta, ami a testét érintette Orcsitányának, és ezt nagyon őrizte. Az utasításban pedig az úgy szólt, hogy kedves Gopal Bhatta, azt szeretnék kérni, hogy tovább maradj a Vrindavanban, és ne ragaszkodj a helyhez, ahol éppen vagy, hanem mindig vándoroljál, mindig máshol lakjál, és akkor bizonyára Ráda Krisnának a kegyét fogsz elérni. És ahogy a Goswamiknak voltak murtik, egyik alkalommal Rupa Goswami, aki imádta, melyik murtit imádta a Rupa Goswami, melyik fő templomot építette, ki tudja? Rupa Goswami? Govindaji, igen, Govindajit. És megkérte, hogy legyen pujári, és egy darabig pujári volt a Govindajinek, Gopal Bhatta Goswami, de aztán ő is akarta imádni, mint a többi Goswami, Krishnát, és egyik alkalommal elment a Kaligandaki folyóhoz, Himalájakba, ami Vrindavanból 1000-valamennyi kilométer, hogyha nem több ezer. Ami azt mondják, abban az időben Sri Radha Shyama Sundar Ki Jai. Ez egy nagyon-nagyon nehéz út volt. És megérkezett, akkor ott 12 sarkélet találva, és eljött Vrindavanban nagy örömmel, hogy akkor most fogok imádni. Mikor ott kirakta maga előtt Vrindavanban, gondoltam, akkor most imádom, akkor belegondolt, és megértette, hát ki vagyok én, hogy én imádjak silákat. Én nem vagyok rá méltó, nekem nincsen rá se természetem, se alázatosságom, semmi tulajdonságom nincs. Ez nagyon rossz ötlet volt. Összeszedte a silákat, visszavitte 1000 kilométerre, lerakta, ahol szóval nem elajándékozta, hogy néha szokták bakták, hogy Indiában boltba leadják néha a salak. Mert az a nagy Nrisimhadev síla, amit látjátok ott a Lakshmana Nrisimhadev előtt, nagyon nagy, az Sivaram Swami boltba vette Indiában. Nem tudom, ki akkor volt, amikor Indiából érkezett Maharaj, és mondta, gyertek, mutatom, mit hoztam. És akkor elmentük hozzá a házába, akkor kivette ilyen kis tasokba, és mondja, nézzétek, Nrisimha síla. És akkor mondom, Maharaj, honnan van? Vette boltba. nem ezt csinálta Gopal Bhatta Goswami, hanem elvitte vissza, lerakta, megtalálta azt a helyet, lerakta, és akkor így felállt, hogy menjen, akkor a salagrámok visszaugrották a kezébe. Na hát ez véletlen, ez valami folyó probléma. Akkor visszaraktam, megint rok, és akkor egy négyszer visszaugrották minden összes salagrám neki a kezébe, az ölébe, akkor így gondolta, lehet, hogy mégis Krisnának ez a vágya, hogy imádjak. Hát ha már nem vagyok rá méltó, de elfogadom. És akkor visszajött Vrindavanba. Akkor ott imádott. Egyik alkalommal jött Vrindavanba egy üzletbakta, aki nagyon gazdag volt,
mert ő hallotta, hogy milyen csodálatos goszvámik, szentek élnek Vrindávánban, és milyen gyönyörű murtikat imádnak és templomokat. Ezért ajándékozta drága kövekkel és a ruhákat a murtiknak. És Gopal Bhatának is adott murtik ruhát és a drága köveket, amelyekkel szoktak díszíteni. És Gopal Bhata goszvámi, ha bár végtelenül alázatos volt, de egy kicsit elszomorkodott, hogy hát igen, Sanatan Goszváminak ott van, milyen murti? Madan Mohan. Igen, akkor a Rupa Goszváminak van a Govindaji. És akkor nekik van emberi formájuk, murtiknak, és ők tudnak őket öltöztetni, díszíteni, virágfüzét rakni, kifesteni. Nekem csak gólyok vannak, sanagrámok, én nem tudok öltöztetni őket. Hát biztos így járok, így jár nekem, ki vagyok én, hogy nekem legyen murti. És akkor így elaludt. Reggel korán, mikor felkelt, mert volt nála egy damadár sila, mikor reggel felkelt, akkor látta, hogy valamit van furcsa dolgokat a salagrámok között, és akkor először azt gondolta, hogy kigyumászott, bemászott oda. És akkor hogy lebeteljen, vagy takaró, vagy valami ott volt, akkor nagyon-nagyon nagy meglepetésére látta, hogy a damadár síla, ő megnyilvánult murti lett belőle, amelyiknek azt a nevét adta, hogy? Radharaman. Mit jelent, hogy Radharaman? Az a hely, ahol van Radharaman templom, ott van egy szent hely, Seva Kunj, ahol rasatánc történik. És azon a helyen Krishna, Rada, Rama. Rama ez boldogság. Aki Krishna, aki Srimati Radharani elmének nagy boldogságot, örömet szerez. Ez a Radharaman, ez azt jelenti. Nagy-nagy extatikus, szóval szeretetet és boldogságot azáltal eltűnik. Azáltal. Ez a Radharaman neve, és ezért, mivel ott nyilvánult meg, akkor ez volt a neve. És akkor nagyon boldog volt Gopal Bhata Goszvámi, ha már nagyon alázatos volt, hogy milyen kegyes volt hozzá Damodar Shila, hogy így ön megnyilvánult. És mai napig van murti. Nem tudom, ki volt a Radharaman templomban. Ki volt este? Lilasuka Prabhu, este volt. Este ez nagyon, ott jön a Furuyas Prabhu, furuyázik. Képzeljétek el, ugyanúgy, mint a nálunk Krishna völgyben, ott is bakták dolgoznak egész nap, és este csak ott jönnek vissza a templomba, van egy bhajan hely, leülnek és énekelnek. Olyan lelkesen, mintha most először jöttek érdeklődőként. Mikor mi is érdeklődők voltunk, hogy lelkesít minket a bhajan. Fú, hát ők milyen nap ezt, minden nap ezt csinálják. És mikor kezdődik az első darsan, akkor mindenki már volt 10 perc előtte, nagy tömeg el, egy oltár előtt, nem hátul, nem lehet, nincs hely közöttök. Ott állnak, várnak, függönyzáró van, de már 10 percet ott már, mintha még sose látták. Ezt látni, ez a spontán, ez a Raganuga Bhakti, ami Vrindávonban lehet, mai napig van, képzeljétek el. Ez hihetetlen, ez annyira jó látni, hogy mit jelent, hogy eredetileg valaki ragaszkodik Krishnához, és ott vannak. És mikor megnyílik a függöny, hát akkor robbanás van. Akkor csájani, akkor olyan lelkes, mint kis gyerekek. Felöltöznek legszebb ruhában, nem úgy, hogy oké, most mezőből jöttök, vagy nem tudom ki milyen munkát végzi. Gyönyörűen szépen felöltöznek, mint a legnagyobb ünnepre, és ez minden este. Lefürödnek, és olyan öltözék, hogy nem hiszed el. És ott van, a Krishnához jönnek. És ez egy természetes, nincsen, hogy kipipálni kell, hogy voltál, nem voltál, kell nekik filozófia leckéje, tudjátok, esti darsan, reggeli darsan, nincs. Képzeld, nincs ilyen lecke, ahol nekik kell magyarázni, hogy szadana bhakti, meg a... Nem, őket nem lehet leállítani, ne gyere. Ez az életük. Ez a programjuk. Mint a városokban emberek mennek plázába munka után, ők mennek templomba.
ez a plázájuk. Mert az a pláza, ez a Durgának a temploma. Ugye, itt nálunk. És akkor így mennek, énekelnek, és nagyon boldogok. És akkor fúrójás utána szólózik Radha Ramánnak. Utána, zárás után, vagy közvetlenül zárás előtt kijön egy pudzsári, és ilyen pici ilyen adja a kis edényekbe, adja kírt. És ez a kír, és mindenki megy, mintha még életében nem evett ezt a kírt, minden nap esznek. És azt mondják, hogy aki megeszi, megkóstolja legalább egy morzsát, akkor mi vissza fog jönni Vrindávanba. Vagy a Bauma Vrindávanba, vagy lelki Vrindávanba. És utána vége a programnak, és mindenki megy haza. Szóval ez a Gopal Bhatta Goswami, aki imádta, hát most is imádja, mert a szamádi az ott van mellette, nem messze a templomtól. Itt ott szolgálta, meg a szolgálja, Radha Ramán, amelyiknek az élet jelenlétét lehet most is tapasztalni. Másképp bridge-bászik egy üres szoborhoz nem csináltak volna ilyeneket. Szóval ez is mutatja, hogy ott van Krishna. Szóval amikor ilyen tiszta bakták, mint hat Goswamik, ők kérésére, ő szolgálatára Krishna reagál, és ott marad. És utána csak tovább visznek a tradíciót. És természetesen a mai napig, a déli, mert úgy volt utána beállítva imádat Radha Ramán templomnak, hogy déli Indiából jöttek a brámanák, és ők folytatják mai napig a leszármazátjai Gopal Bhattának, majd Nityanandának is leszármazátjai inkább, úgy emlékszem. És őket mindenki, pudzsárikat úgy hívják Goswami. Szóval Goswamik, ők szolgálják és imádják a Radha Ramán istenségét. Szóval ilyen röviden pár szót említettünk, megemlékeztünk ma a Gopal Bhatta Goswamitól, aki példa, hogy rendkívüli intelligens, nagy tudós és végtelen alázatos volt. Lehet mai napon nekünk is meditálni. Radha Shyama Sundar, Radhika Ramán, ugyanaz. Tudjunk meditálni, gondolkodni, és akkor ezáltal tisztul a szívünk. És anyagi energia nem lesz ránk hatása. Hogy elmében van a hat Goswaminak a tulajdonsága, hogy cselekvései. Köszönöm szépen. Sisi Radha Shyama Sundar ki jaj. Sat Goswami ki jaj. Srimad Bhagavatam ki jaj. Srila Prabhupada ki jaj. Nitai Gaura Premanandi. Gaura Bhaktavrinda ki jaj.